Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 26-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Itt a kártyán látható egy új út. Ő keres most egy kiútat a jelenlegi helyzetéből. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzelmei, a választ megadja ez a kártya. Az lehet, hogy ő most beteg, nem érzi jól magát, vagy valami betegesíti őt a környezetében, és ő megpróbálja ezt a helyzetet lezárni, keres egy kiútat. Ez lehet egy személy is, ami őt zavar, idegesíti őt, és szeretne elbúcsúzni ettől a személytől, keres egy kiútat, egy más lehetőséget. Itt a 10-es szám arra utal, hogy ő lezár valamit, és indít egy új kezdetet, egy új ciklust. A harmadik kérdés az volt, mit közöl veletek ez a mackó, ez az erőt mutatja. Az jelentheti azt, hogy ő erősít titeket, vagy vár arra, hogy ti adjátok neki ezt az energiát és ezt a segítséget. Vannak elvárásai. Persze, ez a kártya jelentheti azt is, hogy erősödik köztetek a vonzalom. Én úgy gondolom, hogy ti segítetek neki, és ez az a kiút, amit ő most keres, és hamarosan közli veletek. Erre utal a napi csokis kártya is, itt lesz egy kellemes meglepetés. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!